ugye az elején abban kezdtük a mai edzést, hogy használtuk a testünket. Itt nulla erő van a karomban, tehát ez mintha nem az én karom lenne, mert nem fejtettem ki semmilyen izommunkát a karral, és azért elég nagy csapásra képes. Nyilván, hogyha még ebbe a karerőmet is a végén hozzáteszem, akkor azért valami különbség van. Nem sok, de picit. Ugyanez a lábra is érvényes. Tehát ugyanez a indító munka, forgó mozgás, ami először a karra hat, mert a lábam a földön van, tehát a lábamat csak a forgó mozgás megindítása után fogom tudni elemelni a talajról és használni. Ezért az egy késéssel később fog lendülni. De ugyanez a lényeg. A test az ostor gyele, a láb, a kar az ostor szíja. És ugyanilyen, picit most inkább próbassuk ide. Azért, hogy nem emelem most a lábamat, nem zsúdámba akarok rúgni, hanem ezt az érzést akarom megmutatni, hogy elindítom a testemet, és a láb, mint az előbb a karom, nulla erővel működik. Ha ezt össze tudom hozni, akkor ez lesz az alapja egy nagy erejű full contact havasi gerinek. Itt még mindig nulla, semmi, tehát a lábamban nincs erő. Oké? Csak a testem által kell forgási energia a lábamnak. Oké? És most kezd az erő bekapcsolódni, a láb munka is hozzá. Ugyanazzal az indítással, és már a láb is rúg. Nem csak hagyom, hogy röpüljön, hanem rúg is. Oké? Tehát ez lesz az alapja. Értem? Tehát ha ugyanez magasabbra jön, akkor ugyanez ott. Tehát hagyom először, hogy működjön a lábam, ilyen tök lazán, minden feszültség nélkül. Ez egy magas ikeri, és akkor utána már egy kicsit a izommal is bevetalózom. Értem? Most az usiló mamasi ugyanez. Semmi más nem csinálok, mint csinálok egy forgást. És hagyom, hogy a lábam menjen lazán. Ettől lesz laza a dolog. Ha ezt el tudom különíteni, először mindig az ostor nyelét mozgatom meg, és hagyom, hogy a lábam menjen szabadon, nem a rugásra koncentrálok, hanem nem a rafiát kezdem el ott fogdosni és csapkodtatni az ostor végén, hanem hagyom, hogy megmozdítottam a nyelet, végig megy a hullám, majd a végén csattan az ostor. Tehát ez is ilyen, hogy megcsinálom a forgó mozgást, összegyűjtök egy forgási energiát, és hagyom, hogy a lábam működjön. És hogyha ez így történik, akkor a láb ide elkezd így repülni magától. Tehát nincs benne nagy etvasz. Azért mondtam, hogy a full contact technikát azt mindenhol egyformán csinálják. Tehát a Thai boxba, a kickboxba, a K1-be, mindenhol egyformán. Teljes erővel akar szúgni, hanem ez az alapja. Tehát mindenki rájött, hogy nem lehet máshogy. No contact, az más stílus függ. Hogy nem ütöd meg az ellenfelet, az ezerféleképpen lehet. Hogy ütöd meg, nagy erővel, akkor egyféleképpen lehet. Ez a különbség. Tehát nekünk ilyen formán egyszerű dolgunk van full contact karatésoknak. A no contact az már nagyon stílus specifikus, ugye? Föl lehet ismerni, hogy Shitoryu, Shotokan, Gojuryu, Wadoryu, mit tudom én, ugye? Kyokushin az meg csinálja a természet törvényei szerint, hogy a fizika törvényei szerint ez a dolog. Mit szeretnél még erről? Igazából, amikor küzdőállásom van benne, hogy be van hajtott a lába, honnan elindul még az a forgás, az szerintem de itt van a probléma. Itt a probléma? Igen. Aha. A forgó mozgás, mint nyomaték, tehát a nyomatékot kell, mint fizikai tényezőt először megvizsgálni. Erő és erőkar kell a nyomatékhoz, ugye? A kilincs az egy nyomatékképző egység. Ugye? Van egy forgástengely, és azért van egy erőkar, hogy ott erőt kifejtve. Ugye, hogyha csak a tengelyt kéne forgatni a rugó ellenében, nem tudnánk kinyitni az ajtót, de a kilincsel meg tudom csinálni. Vagy hogy egy csavarkulcs miért ilyen, hát erő és erőkar, ugye, és úgy tudom nagy erővel meghúzni egy anyát, hogyha egy csavarkulcsot veszek rá. Ugye, a csavarhúzó az annyira vékony, abban nem tudok nagy nyomatékot kifejteni, de az is egy nyomaték keltő eszköz, mert valamilyen sugáron nyomatékot tudok a csavarhúzó nyelé vastagsága miatt kifejteni. Ugyanígy vagyok, hogy ha forgó mozgást kell létrehoznom, ahhoz két pont szükséges. Ha egyenes vonalú mozgást, ahhoz minimum egy pont kell, mert egyenesen akarok eljutaszkodni az egy
támaszpont kell, minimum, több lehet, tehát két fordról is el lehet rugaszkodni, de minimum egy kell hozzá. A forgómozgásnak minimum kettő. Több lehet, de minimum kettő kell. Érted? Mert kell két fix pont, és közte távolság. Ez az erő karja. Egyedül létre fogok tudni hozni nyomatékot. Forgatunk nyomatékot. Hogy hozom ezt létre? Előkészítem a pozíciót, tehát lehet, hogy meg innen fogok tudni, mert akkor a forgás ugye elviszi oda a súlypontomat, és keresztlépéssel megőrzöm a központi helyemet, és elindítom a nyomatékot. Innen. Karok segítségével és a talaj támaszotta lehetőségén által. Elindítom a forgómozgást, és amikor már kellő ez a testemnek a forgó energiája, akkor kapcsolok hozzá a lábamat. És ez lehet akár usilókeri is, ugyanabból a forgásból jön, vagy lehet usiló magasikeri is, teljesen mindegy. Tehát az a lényeg, hogy két ponton álljak. Mert akár ütés, akár rugás, bármi, ha minden, ami forgómozgás, az ebből a nyomaték képzésből indul. A Maigeri is innen indul. A Maigeri az nem egy ilyen egyenes irányú mozgás. Az is benne. De ez egy összetett dolog. A Maigeri az ugyanúgy forgó mozgás alapú. Az indítja. Ez a mozgás, mint hogyha ott sárba lenne a lábam, és úgy ki akarnám rántani, az indítja el a Maigerit. Ez a forgó mozgás, majd aztán a végén egyenes van. Így a egyenes és forgó együtt alkotja a legnagyobb erőt. Jó, de ezeket kéne figyelembe venni. Aztán vannak még kis apró trükkök, amivel tudom fokozni még az ütésem erejét. Tehát amikor állok ilyen alapban, és létrehozom ezt a forgást, és itt beérkezik az ütés, és arra van egy visszahatás, most nem a levegőben ütök, akkor ez a visszahatás pontosan ellentétes lesz az oda menő úttal. Tehát erre mozog, és ez az irányba fog visszahatni. Igaz? Hogy tudik visszahatni? Miért? Mert itt a forgás tengelyem, és itt a vállam, van egy forgásnak egy sugara, és ezen a sugáron vissza akar engem forgatni ez a dolog, magyarul ellennyomaték hat rá. Hogy tudom ezt kompenzálni? Ha megfigyelted, te ütsz így, én meg ütök így. Tehát kicsit áthelyezem a felső testemet, és ezáltal a vállamat közelebb hozom, vagy szinte behozom a forgás tengelybe, és a visszaható erőnek, hogyha az a forgás tengelyben van a vállam, nincs nyomaték hatása, mert nulla a sugár. Nem tudom, ez így fizikailag lejött? Lehet, hogy nem magyaráztam egyszerűen. Tehát ha így ütöm meg, akkor így visszaforgat a nyomaték, azonban egy picit áthelyezem a súlypontomat tengelybe, akkor legfeljebb egyenesen lök vissza. De nincs forgató nyomaték. Tehát ebben is tudom növelni a hatékonyságot. A rugásnál a Maigerinél ez úgy érvényesül, hogy ugye a medencén a csípő az itt van, tehát a forgás tengelytől egy sugáron van. Tehát ha itt rúgom a Maigerit, akkor engem a visszaható erő el fog forgatni. Azonban, ha ezt a rugoldali csípőmet felhozom a forgás tengelyembe, mert a súlypontomat nem így állítom föl egy lábra, hanem a csípőm áthelyezésével, és ott fogok rúgni, akkor legfeljebb egyenesen lök vissza a visszaható erő, mert nem lesz nyomaték, mert a forgás tengelyembe, a forgás csípőm lejött a forgás tengelyembe, tehát így sugár. Tehát egy Maigeri ez egy nagyon összetett rugás. Azt hinnénk, hogy egy Maigeri milyen valami egyszerű, és nézd meg ezt a pozíciót, úgy állom, mint egy kifli. Behoztam ide a forgás tengelybe a lábamat. A végén meg megtoltam még. Forgásból indult, és még a végén megtolom, plusz egy kiflire állok. Egy valami bonyolult testhelyzet. Tehát nem olyan egyszerű egy jó Maigerit megrugni, ahhoz, hogy annak olyan hatása legyen, hogy ellenfélbe behatol. Jó? Amikor volt ezt két megütni, amikor két kézzel ütök, akkor nincs rotációra lehetősége. Van az egyenes vonalú mozgás, illetve valami kis plusz, ez a kis plusz. Ennyi.
ugye mert nincs rotáció lehetőség. Ha most ugyanezt még beleteszem az ütésembe egy olyan gyakuszkibe, tehát hogy nem csak így ütök, hanem egy picit még a súlypontomat oda helyezem, és egy picit még megnyomom az egészet itt vállal, ott a fókuszba, akkor egészen más hatása lesz az ütés. Jó? Gyere, gyere, gyere. Csak azt akarom érzékeltetni, hogy ide teszem nyújtott karról, tehát nem karból fogok bármit csinálni, hanem csak a vállamnak egy picit ez a kicsi kis bimmelése. Ugye láttad, hogy szinte sokkol ez a plusz. Tehát ha én csak így ütök, vagy így ütök, érezni a különbséget, ugye? Nem kicsi a különbség. Ugye, picit ilyen apró kis plusz nüanszokkal tudom még fokozni az energiabűtés és energia koncentrálás lehetőségét a fókusz találat pillanatára.